A vonalban pedig Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát az ellenzék végül is együtt lépett föl a parlamentben, és nem adta meg azt a rendkívüli, sürgős felhatalmazást a kormánynak, amit az igényelt, hogy egy házszabályon kívüli módon előbb hosszabbíthassák meg ezeknek a rendkívüli vészhelyzeti intézkedéseknek az érvényét, de ezt hiába tették a kormánynak, minthogyha a kezére játszottak volna, mert folyamatosan azt lehet olvasni, hallani azóta, hogy ez a felelőtlen ellenzék, ez a hazaáruló, ez a víruspárti vírusbarát nem hagyja, hogy megvédjük a magyar népet. Önök tudták ezt előre, hogy így lesz, mégis miért döntöttek úgy, hogy akkor se lehet megszavazni ezt a rendkívüli eljárást? Azt kell önnek mondanom, hogy ugye tegnap Orbán Viktorhoz személyesen intéztem nem több mondatot, ahol kértem azt a gesztust, hogy kerüljön be ebbe a törvényjavaslatba 90 napos és az meghosszabbítható határidő, és nem feltétlenül csak az ellenzék miatt, hanem az ellenzéki szavazók miatt, hiszen az ő bizalmuk az a kormány irányába, nem a legerősebb. Tehát ez pont segíthetett volna abban, hogy akár egy egyhangú döntéssel erősítsük azt meg, hogy a kormánynak megvan a felhatalmazás, és el tud járni. Ezt a gesztust a miniszterelnök nem fogadta el, vagy nem tette meg, ezt a kérést nem teljesítette, és tulajdonképpen összeállt a kép azzal, hogy tulajdonképpen egy tudatos akció az, amit a Fidesz most művel, hiszen maga a vírus azt nem lehet plakátra tenni, nem lehet a vírus listázni, ellenben az ellenzéki képviselőkben meg lehet találni azt az új ellenséget, amelyet föl lehet építeni ezt a politikát, hiszen ha a kormány valóban az emberek egészségéért és életéért aggódna, akkor azoknak a kormányrendeleteknek a hatájának meghosszabbítását hozta volna a parlament elé, amelyeket meghozott, és ezt mi megszavaztuk volna, akár házszabálytól való eltéréssel. Szándékosan állították elő ezt a helyzetet, pontosan azért, hogy leplezve azokat a mulasztásokat, amelyek itt a védőfelszerelésekkel kapcsolatosak, az elmulasztott döntések, a késői reagálásoknak a következményei miatt, most az ellenzékre terelik az ellenségképzésnek az irányát. Ma a parlamentben ugye volt egy általános vita, a legaljasabb és legundorítóbb uszítás az, amit hallhattunk Kocsis Mátétól és a KDNP felszólalóitól, de ki vagyunk kiáltva ellenségnek, de én szeretném önnek azt mondani, ha ez a határidő bekerül a törvénybe, ezt benyújtottuk módosító indítványként, semmi más nem kell tenni a Fidesznek, szavazza meg, mi hétfőn ezt a felhatalmazást akkor megadjuk a kormánynak, tehát nekik kellene ezt a gesztust megtenni. Ráadásul ugye hivatkoztam arra is, hogy Romániában elektronikus szavazás alatt adták meg a kormánynak a felhatalmazást, ezt nálunk is meg lehet tenni, hiszen a törvénykezésnek egy jelentős része már elektronikus úton működik, ki lehetne alakítani ezeket a szabályokat. Én nem tartom valószínűleg, hogy ezt megteszik, hanem továbbra is az ellenség képzés zajlik, az ellenzéki képviselők vannak a célkeretben. Éppen erre utaltam a kérdésemben is, a bevezető kérdésemben is, hogy önök előre tudták, hogy ez lesz a vége, mert a Fidesz olyan csapdát állított, amiből nem lehetett kiszabadulni. Nem hagyhatták jóvá azt, hogy határidő nélküli felhatalmazást kapjon a kormányzat, lényegében mindenre, de miután ezt nem hagyták jóvá, ezért a Fidesz nyugodtan mondhatja önökre, na hát, önök hátráltatják a védekezést. És most egy közös közleményt adott ki ma az ellenzék, összes ellenzéki párt, sőt még a parlamenten kívüli Momentum is benne van, meg a két független képviselő, aki önökkel együtt szokott fellépni, Hadház és Szél Bernadett, és ebben azt írják, hogy nem engedtük, hogy átgázoljanak a parlamenten a nép képviselőin, de végül is mégiscsak ez történt, átgázoltak és átgázolnak önökön, mindenképpen az lesz legfeljebb néhány nap késéssel, amit a Fidesz akar. Mit tudnak mégis tenni azon kívül, hogy
Itt például nálunk elmondják, még egy néhány független médiumban elmondják, hogy a Fidesz lepleződik le, de nekik ötször annyi médiumuk van, ötször annyi helyük van, hogy elmondják a maguk verzióját. Bolgár úr, mi nem önmagunkat képviseljük a parlamentben, hanem mi együtt ellenzéki képviselők, több millió magyar választópolgár. Több millió magyar választópolgár az elmúlt 10 éves fideszes Orbán Viktor által vezetett kormányzással szemben bizalmatlanok. Tehát nekünk ahhoz, hogy a valódi összefogás, a valódi együttműködés létrejön, ahhoz fontos, hogy az ő érdekeiket is képviseljük, és rajtunk keresztül elérhette volna a Fidesz, hogy ezt a bizalmat legalább erre az átmeneti időszakra meg tudjuk teremteni. Tehát ha megnézzük azt, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk a saját választópolgárainktól, a helyi szervezeteinken keresztül, csak mi Magyar Szocialista Párt, de az összes pártnál ebben teljesen egységes volt az a felvetés, hogy az ellenzéki szavazók nem bíznak abban, hogy Orbán Viktor nem fog visszaélni ezzel a felhatalmazással. Ha most megfordítjuk és azt mondom, hogy megadtuk volna ezt a időkorlát nélküli felhatalmazást, akkor az ellenzéki szavazók bizonytalanodtak volna. Tehát hiába állított csapdát, hiába alakította ki ezt a helyzetet, nekünk a választóink érdekét is képviselni kell. Mi nyitottak vagyunk még mindig arra, hogy ezt az együttműködést megteremtsük, hogy ezt a bizalmat helyreállítsuk. Itt igazából a Fideszen a sor, és tulajdonképpen amire ön utal, hogy hogyan tudjuk mi eljuttatni ezt az üzenetet a választóinak, a legfontosabb az, hogy az ellenzék egységben tud maradni, és egységben tudta ezt a döntést meghozni, egységesen tudjuk javasolni erre a megoldást, tehát tulajdonképpen ez az üzenet eljut az ellenzéki választók felé. Amúgy semmiben nem akadályozza ennek a döntésnek az elmaradása a kormány, hiszen a kormányrendeletek lejárnak, ezeket a kormányrendeleteket újra olyan tartalommal még aznap ki tudja hirdetni a kormányzat. Egy nagyon aljas politikai játszma kezdődött, és tulajdonképpen visszagondolva az elmúlt hetekre, amikor 7 párti egyeztetést hívtak össze, és végig konstruktív hangulatban zajlottak ezek, már az is, ez ennek a tükrében már egy álságos akciósorozat volt, elaltatni az ellenzék figyelmét, úgy csinálni, mintha most tényleg nemzeti egység lenne. De egy percig is azt gondolták, hogy mások lesznek, megváltoztak, hogy mondjuk vészterhes idők vannak, és akkor a Fidesz egyszer csak azt mondja, hogy na hát akkor változtatok eddigi gondolkodásmódomon és gyakorlatomon. Nézze, amikor ugye az iskola bezárásokért emelte fel a hangját az összes pedagógus szakszervezet, amikor már települések kezdtek el korlátozó intézkedéseket meghozni, és a 7 párti egyeztetésen mind a 7 parlamenti párt ellenzékestől kormánypártistól együtt kérte a kormányt, hogy rendelje el az iskolák bezárását, és rendelje el a távoktatás megkezdését. Hát mi másra gondolt volna az ellenzék, hogy itt akkor valamilyen együttműködés ki tud alakulni. Ezek szerint... Hát, ha győzhet a józan ész is néha, ugye? Hát így van a józan ész, de higgy el, hogy nekünk, szocialistáknak is, ellenzéki képviselők, nekünk is a legfontosabb az emberek élete, az emberek egészsége, a megélhetési biztonság megteremtése. Ugye ezért fogalmaztunk meg egy sor javaslatot, egy védelmi csomagot, amiből a kormány sok mindent meg is valósított. Ezeket a döntéseket mi támogatjuk, tehát ezt hozták volna be az eljárás szerint, a normál eljárás szerint a parlamentbe, akár házszabálytól eltérésre, akkor mi megadtuk volna, megszavaztuk volna, és erre a zajos politikai játszmára nem került volna sor, de a Fidesz most is politikát épít, a járványból akar politikai hasznot húzni, és ez nagyon-nagyon visszataszítóna, és ez az, ami leginkább veszélyezteti a magyar emberek biztonságát. Arra mennyire törekszik az ellenzék összes pártja, hogy a közös hogy javaslatokat tegyen, akár gazdasági, szociális, akár konkrét egészségügyi javaslatokat, de közösen, hogy ne minden párt külön fogalmazza meg ilyen-olyan egyenként nyilván nagyon támogatandó javaslatát, hanem együtt, mert úgy annak talán
markánsabb, erőteljesebb súlya van. Tulajdonképpen ezek a javaslatok, amelyeket megfogalmazunk, ezek az életből jönnek. Tehát minden párthoz befutnak olyan társadalmi igények, olyan problémák, amelyből mi javaslatokat készítünk. Természetesen mi támogatjuk egymás javaslatait, meg is van, amikor ez azonos sok esetben ezek a javaslatok, tehát ebben nyilván a parlamentben van egyeztetés, de minél több helyről jön, azt gondolom, a sok-sok javaslat, és látjuk, hogy a kormány ebből sokat meg is fontolt, és be is vezette, el is döntött. Ez azt gondolom, hogy ez egy helyes út, a parlamenti működésben pedig továbbra is egységet mutató. És hogyan képzelik el a politizálást azokban a hetekben, amikor esetleg már kijárni sem lehet, mert ez valószínűleg bekövetkezik, csak napok kérdése, amikor a parlament sem fog legalábbis teljes létszámban ülésezni, hol beszélhetnek, hogyan, sajtótájékoztatókon és interjúkban? Hát tulajdonképpen elkezdtünk már erre berendezkedni, hiszen az élet hozta, és ez a járványhelyzet hozta azokat a megoldásokat, amelyeket elkezdtünk alkalmazni. Online sajtótájékoztatókat tartunk, online bejelentkezéseket tudunk megtenni a tévéstúdiókban, és nyilván egymással is online tudunk kommunikálni. Az MSZP-n belül most már egy hete egy konferencia rendszeren keresztül, egy online konferencia rendszeren keresztül ülésezik az elnökség is. Ma például egy megyei elnöki értekezletet tartottunk online, úgyhogy mi is berendezkedtünk erre. Most már csak arra várunk, hogy mikor teremtik meg az országgyűlésben az elektronikus döntéshozatalnak a feltételrendszerét. Erre is benyújtottunk egy javaslatot, mintha meg se akarnák hallani. Tehát azért a parlament szerepét azt Orbán Viktor igencsak mellékesnek tartja. Köszönöm szépen, Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke. Jó egészséget, viszont hallásra. Viszont kívánom, köszönöm szépen.